Ahhoz, hogy a lakosok jól, célzottan és hatékonyan élhessenek a számukra nyújtott lehetőségekkel, fontos, hogy ismerjék azokat, valamint az embereket is, akik adott esetben ezt a segítséget, támogatást számukra megadják. A humán közszolgáltatások egy fontos eleme a gyermekjóléti szolgáltatás, mely a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. Mit csinál egy családsegítő? Mivel foglalkozik egy iskolai vagy óvodai tanácsadó? Hogyan tud segíteni a pszichológus a családi problémákon? Ezekre a kérdésekre igyekszünk válaszokat adni ebben a sorozatban. A kérdések megválaszolásában a 2016-ban létrejött járási feladatokat ellátó Enyingi Család- és Gyermekvédelmi Központ munkatársai lesznek segítségünkre. A törvényi szabályozások módosítása kapcsán az egész országban 2010-től ellátandó feladata a járás székhelyeknek a központok kialakítása. Így volt ez Enyingen is, tehát 2016 óta működik a központ. Enying járásban 9 település található, ami az illetékességi körünkhöz tartozik. Enying, Lepsény, Kisláng, Dég, Mezőszentgyörgy, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Mátyásdomb és Lajoskomárom települések. Fehér megyét tekintve ez a járás pici járás, tehát valójában talán mi vagyunk a legkisebbek a megyében, de így is borzasztó rengeteg sok feladata van a központ munkatársainak. Óvodai és iskolai szociális munkásként dolgozom. 10 intézményben vagyok jelen a járás 6 településén, ez azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig utazom, és minden iskolában ilyen 4-től 6 óráig terjedő időtartamban, meg óvodában vagyok jelen. Tanáriban, gyerekek közt a szünetben, akkor óvodai csoportokban, óvodai foglalkozáson. Úgy néz ki egy hetem, hogy hétfőn Kislángra megyek, akkor először az óvodába, aztán az iskolába, kedden már Lajoskomáromba vagyok egész nap, óvoda, iskola, szerdán 3 intézménybe is vagyok, az elég húzós nap szokott lenni, csütörtökön, viszont itt vagyok benne az intézményben, ilyenkor megbeszéljük, hogy mi történt azon a héten, esetleg tanácsot kérek az intézményvezetőnktől, és akkor pénteken pedig Dégen szoktam lenni. Vannak egyéni konzultációk, tanácsadás, mentorálás az iskolában. Az óvodában nincs annyira egyéni, ott inkább a csoportban vagyok és megfigyelek. Az iskolában csoportmunkát is végzünk, ezek ilyen irányított foglalkozások, osztályokban. Például az internetes bántalmazás veszélyeiről tartottunk most legutóbb egyet, ami nagyon jó volt. Részt veszünk az iskola közösség életében, az óvodáiban is, Farsangon, egészségnapon szervezőként, tervezőként és résztvevőként is egyaránt. Először több volt az egyéni munka, tehát hogy a gyerekeket küldték hozzá, mert azt gondolták, hogy mi pszichológus vagyok. Aztán rájöttek, hogy nem csak az, hanem én szoktam a gyerekeket delegálni tovább pszichológushoz, esetleg a szüleiknek szoktam segíteni a szociális ellátások elérésében. És az iskolában volt nehezebb dolgom, beültem a tanáriba, ott kapcsolatot építettem, és az év vége felé kezdtek már csoportokba is beengedni az iskolában. Természetesen ennek a koronavírus azért határt szabott. Itt nehéz volt, ezt pedig úgy hidaltuk át, hogy Facebook csoportokat csináltam az osztályokkal, és akkor meg lehetett keresni, esetleg ha valakinek a tanulásban volt problémája, vagy csak úgy szimplán beszélgetni szeretett volna, akkor onnan tartottuk a kapcsolatot. Ez ugye ismerték elvárni egy intézményben, utána jön az bizalomépítés, és ez a legfontosabb, mert nem fog belelátni abban, be szeretnék, és így nem tudok segíteni.
úgyhogy mindig ott kell lenni, ezért is volt mondjuk jó is ez az online dolog, mert éjjel-nappal jöttek az üzenetek apró cseprő dolgokból, és úgy éreztem, hogy ott segítek. Az egyéni segítő beszélgetésekkor feltárjuk, hogy esetleg van olyan probléma, amiben mondjuk a gyerekjóléti központnak szükséges belépni, vagy más szakembert be kell bevonni. Tehát általában ugye olyan gyerekekkel beszélek, akikkel probléma van az iskolában. Na most egy magatartási problémának a kezdete, mondjuk az én véleményem szerint, az a család, ugye az elsődleges szocializáció szintén. Onnan hozzák ezeket a dolgokat, és kiélik az iskolába, akkor a pedagógus hozzám küldi, hogy hát rendetlen, hangos, verekedik, nem tanul, figyelmetlen. És akkor ilyenkor szoktunk beszélgetni. Ez egy többkörös beszélgetés, tehát nem az első alkalommal már tudom, hogy mi a gond, hanem így három alkalommal találkozom egy gyermekkel, és utána delegálom tovább, ha szükséges, más szakemberekhez. Sikerélmény az, amikor megoldódik mondjuk egy ilyen osztályon belüli kirekesztés, és volt egy ilyenem, hogy egy fiút nagyon kivetett az osztály, és akkor csináltunk az élménypedagógia módszerével egy kis csoportkohézió erősítést, és az év végére már funkcionáltak. Utána csináltunk egy szociográfiát, volt egy évelei, ott látszott, hogy peremhelyzetben van a gyermek, év végén pedig hát sikerült integrálni, úgymond, a osztályba. A videó az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával készült.